Sziasztok! Ma folytatom a Warcraft 3 Chaos Uralma Ork hadjáratomat, és itt maradtam ugyebár, hogy megvolt a negyedik fejezet, és most jöhet az ötödik, de előtte egy kis közjáték. Plusz ugyebár, amint lehet látjátok a hatodik fejezetet, az azért van, mert az ötödik fejezetet megcsináltam, és újra kell vegyem, mert rossz volt a felvétel. Szóval megsérült, és valami miatt a 15 percnyi játékidő után lefagyott a kép, és csak hang volt. Na mindegy. Szóval először akkor közjáték, Manorot vére, utána pedig 5. fejezet az árnyvadász. Később aznap este Szenáriusz holttisztásának közelében. Senvél erdő. 10 000 év után még mindig felismerem ezt az átkozott helyet. Ez ősi ellenségünknek, az árnyelfek félistenének, Szenáriusznak völgye. Igen, Arkimon nagyúr ragaszkodik ahhoz, hogy elpusztítsuk Szenáriuszt, mielőtt elindítjuk Kalimdor invázióját. Boldogan megízelném a vérét magam is, de fortélyos, és ritkán mutatja meg magát. Szerencsére a kis házi orkjaid már elkezdték kirabolni az erdőket. Arkimon nagyúr és én azt gondoljuk, hogy képesek lennének elpusztítani Szenáriuszt. Kevés esélyünk lenne Szenáriusz ellen. Ha jól emlékszem, rettentő erővel rendelkezik. Igen, de te is, a vérszerződés, melyet régen kötöttél velük, még mindig hozzád láncolják az orkokat. Neked csak fel kell töltened az erejüket. Akkor mit javasolsz, Démon herceg? Csepegtesd ebbe a kútba lángoló véredet. A csábításom, hogy ide vonza őket, és amint ismét megkóstolják a véredet, megállíthatatlanok lesznek. Ha-ha-ha. Lol. Oké, 5. fejezet az ányvadász. Másnap reggel Ashenvál árnyas erdeiben. Mi nem Ashenvál? Vagy valami ilyesmilyen helyes kiejtéssel? Ashenvál. Vale. Eltök mindegy. Ki merészeli bemocskolni ezt az ősi földet? Ki merészeli kivívni Szenáriusz és az árnyelvek haragját? Az erdőéletekkel megtámadtak. Kezdődjék a harc! Rendben. Hát kezdődjék. Én legelőször azzal kezdek, hogy bányát és ilyet építek. Megtam csinálni. Megtámadták a városokat. Nem győzhettek le. Én vagyok e völgy szíve. Jój, elég keményen lerohantak. Mint öröd a fejed? Megtámadták a városokat. Jósoljak a tenyeredből. Bókusz, bókusz. Csiribú. Túl sokan vannak. Vissza kell vonulnunk a folyó másik oldalára. Megtámadták a városokat. Mit kéne csinálni? Oké, akkor vonuljunk vissza.
lehet a meló? Mit akarsz? Hadd legyen! Kit kell megölni? Hívom szűrte nyomorultak! Mind meg fogtok halni! Jaja! Lehet a meló! Ha te mondod... Alig tudok várni. 4000 életerős, az szép. És 1000 mannája van. Az még szebb. Megtámadták a városunkat. Megfontolom. Mint köröd a fejed? Mit akar, mit kéne csinálni? Alig tudok várni. Bármit. Hadd vezér! Több aranyra van szükségünk. Nagy valószínűséggel ezt a bázist is letámadják. Ja, ezek már be is rendezkedtek. Alig tudok várni. Megfordulom. Kutatás kész. Fámaz van egy csomó. Hadd vezér! Megtámadták a városukat. Mit tudok várni? Amíg Gromnak érdekes búrája van. Évekkel ezelőtt már legyőztem a fajtátokat, és meg fogom tenni még egyszer. Nem, nem fogod. Hadd vezér! Mit kéne csinálni? Jöhetem a meló. Mit akarsz? Igen, sokat. Hadd vezér. Alig tudok várni. Kümélek. Hadd vezér. Berendezkedtek az... Árnyelfek voltak, ugye? Árnyjárók, bocsánat. Csillagvadászok, és jönnek a holdvadászok. Mennyi vadász? Hűha! Az gyors fa növesztés. Takarítsuk ki ezeket a vadállatokat a földünkről. Figyelni foglak benneteket az erdőből. Szóval nem segít nekik, csak figyeli őket a erdőből. A lutatás megtámadták a városukat. What? Így gyorsan? Lutatás kész. Megtámadtak. Hűha. Hűha! Tartás kész! Igen! Nem probléma! Alig tudok már! Kutatás kész! Alig tudok már! Kell valami? Vezér! Hadd vezér! Harcra készen! Meg tudom csinálni! Oda a nem... haljáró
egy sötét erőt érzékelek ki áramlani az erdőből. Talán ez lehet a kulcsa Szenárius elpusztításának. Terítsd fel az energia forrását. Hát jó. Amit tudok várni. Segítség kellene? Kutatás kész. Segítség kellene? Jósoljak a tenyeredből. Fókusz, fókusz. Csiribú, csiribá. Itt a röpke alkalom. Öröghetsz a farkat. Mondok egy viccet. Hallom a hívást. Hadd vezér. Durva. Igen. Jó, még kell egy... Meló. Jó, irány erre. Kutatás kész. Mit kéne csinálni? Meló, meló. Oké, oké. Jöhet a meló. Boldogan. Oké, és oda nem tudok építeni. Boldogan. Megtámadtam. Oda nem meló, meló. Gyerünk, gyerünk! Mondd csak! Kell valami? Végre. Hadvezér. Alig tudok várni. Ki kell robbantani a izét. Aranyom az van, szóval semmi gond. Na jó, derítsük fel akkor a forrást. Mit akarsz? Alig tudok várni. Hadvezér, végeztem a melóval. Igen? Készen. Meló, meló. Oké, oké. Meló, meló. Mit akarsz, hadvezér? Mondd csak! Kell valami? Több aranyra van szükségünk. Vezér, alig tudok várni. Mit kéne csinálni? Végeztem a melóval. Igen? Építek még néhány tornyot ide. Megtámadtak. Hadd vezér. Mondj csak! Nem probléma. Megtámadták a városukat. Valaki? Micsoda elmúlt le. Mint a rögtön! Gyerünk, gyerünk! Hadd vezér! Igen! Kell valami? Igen, vezér! Miben segít? Mit kéne csinálni? Segítség kellene! Csalogassuk őket!
Micsoda jó ötlet. Igen? Boldogan, mit kéne csinálni? Megtámadtam. Mert oda nem csinálni, alig tudok várni. Megfontolom. Hadvezér! Gyenge elméjű való! Végeztem a melóval! Végre! Hallom a hívást! Alig tudok várni! Bármit! Megfontolom! Bármit! Megfontolom! Bármit! Mondj csak! Igen! Mondjuk 200 izébe kerül, 200 energiába kerül egy ilyen vajákosnak a... izé. Végeztem a melóval! Mit akarsz? Boldogan! Végeztem a melóval! Mit kéne csinálni? Igen? Meg tudom csinálni! Oké, és akkor végeztem a melóval! Az élet talizmánja. 300 életerőt ad. Végre. Bármi. Hadvezér. Végre. Igen. Megtam csinálok várni. Nagy gyógyital, az is jól jön. Bármi. Megfontolom. Végeztem a melóval. Bármi. Mit akarsz? Hadd vezér. Megfontolom. Végeztem a melóval. Hello. Alig tudok várni. Végeztem a melóval. Alig tudok várni. Hadd vezér. Alig tudok várni. Megtámadták a városokat! Megtámadtam! Segítség kell legyen! Igen! Hallom a hívást! Már! Hadvezér! Mit kéne csinálni? Alig tudok várni! Végeztem a melóval! Hadvezér! Alig tudok várni! Igen! Igen. Segítség! Remélem nem kell erősítést hozzak! Mit akarsz? Megtámadtak! De szerintem ennyit már csak elintézünk. Alig tudok várni. Micsoda jó ötlet! Alig tudok várni. Mondjam! Építs még rejtek helyet! Harcra készen! Meló, meló. Hallom a hívást. Van egy csomó tornyom, szóval ha meg is támadnak, simán ütjük őket. Megfontolom. Alig tudok várni. Végeztem a melóval. Lol, pont egy ilyen, ott egy ilyen mizékút. Ami visszaadja az életerőt. Lol. Megfontolom. Hello. Hadvezér. Ez lesz. A sötét energiák forrását ebben a kútban érzékelem. Tisztátalan orkok! A lángoló mesterek bíztak meg bennünket útvédelmére. Nem vagytok méltóak arra, hogy idatok a sötét vízből. Nem tudom, kik vagytok, vagy kinek szolgáltok, de senki sem fogja elzárni az utamat. Hadvezér! Végeztem a melóval! Easy. Ez jó volt. Megtámadták a városokat. Nem gond, a tornyok intézik. A kútban hatalmas energiát örvénylenek, de démoni átok bűzét is érzem körülötte. Én már most meg vagyok átkozva. Ha innom kell ebből a vízből, hogy legyőzzem Szenáriuszt, akkor inni fogok. Ne! Ez ellentmond mindennek, amire a hadvezér tanított bennünket.
Nem engedhetjük, hogy a dő úrrá legyen rajtunk. Nem harcos. Szabadjára kell engednünk, mint eddig még soha. A pusztulás megtestesítőinek kell lennünk, ahogy az el van rendelve. Igen, újra érzem az erőt magamban. Gyertek, harcosaim! Igyatok ebből a sötét vízből, és újjá fogtok születni. Káosz! Vele van a felszerelés. Röfény lettek. Miben segíthetek? Igen! Mester, az! Káosz egységek! Jöttem a hordáért! Mondja! Segítség kellett! Kárti! Káosz kodó! Kodó! Bodó! Várjunk a káosz kodó, hogyha... LOL? Ha a káosz kodók állnak egy helyben, parasztoknak mutatja őket a játék. LOL. Ezért ezek a lények nagyon szorongatnak bennünket, és a félistenük még mindig az erdőbe rejtőzik. Hogyan is tudnák végezni vele? Gyengelni, barom! Semmi sem sérthetetlen! Ha nekünk élnünk kell, akkor Szenáriusnak meg kell halnia. Igen? Gyenge elmélyű barom. Ja, a kodókat parasztoknak állítja be a játék. Nincs semmi, oké, mindegy. Igen. Meló. Meg tudom csinálni. Oké. Boldogan. Alig tudok már. Mester? Nem, bár ezek a káosz röfögők kétszerűen erősek, mint egy alap röfögő. Röf. Plusz 26 támadőrő, az egész jó. Alig tudok várni. Igen, vezér, mondj csak! Mester? Megfontolom. Segítség kellene. Megtámadták a városukat. Miben segítenek? Wow, a tornyok szempillantás alatt végeznek velük. Végeztem a melóval, hallom a hívást. LOL. Végeztem a melóval. Káosz szolga. Alig tudok várni. Igen, vezér. Mit akarsz? Már a beszéd az ugyanaz, szóval mindegy. Alig tudok várni. Hadvezér! Várni! Törőd a fejed! Alig tudok várni! Hadvezér! Végre! Hallom a hívást! Bármit! Ezzel vége az árnyelfeknek. Gyenge elmény! Végeztem a melóval! Végeztem a melóval! Wow! A káosz egységek rohadt erősek. Hűha! Megyünk át rajtuk, mint kés a vajon. Könnyelműek és vérszomjasak, mint mindig is voltak.
Az orkok szabadok, félisten. Ezt magad mondod. Mindegy, mit hiszel. Nem vagy jobb, mint az erejében áramló gonoszság. Pusztulj! Érezd a porcom gyűjt! Hát 4000 életre el van, de simán elintézzük. Igaz, hogy nincs mi megvédje. Nem győzhettek le. De ahogy nem. Völd szíve. Most haltál meg. Én Isten elesett. A varszom tökéletes. Easy. Hogy ennyi? Nem kell legyőzni a másik két izét? Bázist. Üdv meg én. Azt hittem le kell. Mannorosz? Nem, ez nem lehet. Azért jöttem, mert te és testvéreid ismét szerepet kaptok a tervünkben. Habár ti, orkok, egyszer már elbuktatok. Most ismét a lángoló légiót fogjátok szolgálni. Nem, szabadok vagyunk. Szánalmas, idióta teremtmény. Én vagyok a dű a szívedben. Én vagyok a tomboló gondolataidban. Egyedül én adtam neked erőt, hogy káoszt hozz erre a világra. És a végtelen ürességre mondom, hogy meg is fogod tenni. Hűha. Hát igen, Grom ugyebár most újra Mannoroth szolgája lett. Vagyis bábja. De az árnyelv advezér, vagy félisten meghalt. Na jó, ez egész jó küldetős volt, így másodjára is. Ugyebár elsőre valami miatt megsérült a fájl, nem tudom miért. Na mindegy, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!